Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szili Katalina, miniszterelnök, főtanácsadója és minden dolog megoldója. Más politikusok a nyarat pihenésre használják. Ön viszont, hogyha megnézem már amibe be lehetett tekinteni, akkor mindegy bugócsika helyről helyre megy, a környező országokban, a történelmi Magyarország településeire, Rákóczi Szövetség, Tusványos, és most is éppen úton van, csak megállt, hogy a nézőink is tudják, hogy merre jár Szili Katalin, és időközben pár napot Pécsett is otthon volt, de kérdeztem a családot, hát otthon nem nagyon volt, mert el volt foglalva. Eléggé, de azért volt néhány órám, jó reggelt kívánok, hogy az unokámmal töltsem az időt, van egy 5 éves kisunokám, és ilyenkor tudunk együtt lenni, ami számunkra egy felüdülés, még akkor is, ha még nekem is időnként a trambulinon kell ugrálni, amit szerintem a nézők se tudnak elképzelni. Volt házelnök úgy nyugodtan ugrál. Hát persze, fogocskázni, vagy bujocskázni, tehát azért van teendő ilyenkor. Viszont... Legutoljára akkor bujócskáztak, amikor meg kellett volna önt választák köztársasági elnöknek, és elbújtak a szavazók. Igen, akkor nem én bújtam, így van, én akkor csak keresgéltem, hogy ki bújt el. De tényleg a nyár az most hál' Isten kellemesen telt, azzal együtt, hogy ahogy ön is említette, számos olyan program volt, mint ahogy említettük a Rákóczi Szövetség. És amikor Pécsett voltam, akkor is többször kint voltam Kollár Lajos professzor úrral Orfűn, az ottani rákóczi evezőstáborokat, vagy vitorlástáborokat megnyitni, hiszen Kollár professzor lehetővé tette, mint a Vitorlás Szövetségnek a volt és tiszteletbeli elnöke, hogy évente legalább 200 határon túli fiatal jusson hozzá ahhoz, hogy tanuljon meg vitorlázni, és az orfűító erre kiválóan alkalmas. De említhetném ugyanígy a tusványosi programot is, ahol szintén, és elsősorban a kárpátaljai magyarságnak a problémáiról beszélgettünk, amiben én részt vettem, de nyilván hallgatója és megfigyelője voltam több más programnak. És említhetném így éppen szombaton Kemenes Hőgyészt, ahol pedig határon túli fiatalokat fogadnak, ahova meghívott a polgármester úr, és én szívesen eleget teszek. Én úgy gondolom mindig, hogy az ő programjuk nekik a legfontosabb. Én nekem megszolgálnom kell, és hogyha szükség van arra, hogy én magam is ilyen eseményeken részt vegyek, részese legyek, akkor én ezt szívesen teszem. Én ezt örömmel hallgatom, de azért nem lágyul el a szívem, amikor egy nemzetállam megteszi a kötelességét a diaszporában lévő embertársaiért, testvéreiért. Tehát nagyon jó, hogy van ez, de még többnek kell lenni, és lehet, hogy még több tábornak kéne lenni a hazai gyerekeknek és én össze is engedném őket, mert igen. Egy nemzetállam akkor mondhatja azt, hogy a testvérei, hogyha együtt vannak a jóba és együtt vannak így a rosszba. Van, és ez nagyon fontos, hogy ön említette, mert ha már a Rákóczi Szövetségnél tartunk, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy bármit leírhatunk az alaptörvényünkbe, és ugye benne van az, hogy Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarságért, beleértve a kárpát-medencei közösségeket, de beleértve mondjuk úgy, hogy a történelmi Magyarország területén maradtak. Így van, ahogy ön említette, de a diaszporában élőket, Amerikától, Izraelig és Svédországtól Dél-Afrikáig, de említhetném az Ausztráliába élőket. Sőt, azt kell, hogy mondjam, ma jön hozzám egy hölgy délelőtt, aki Japánban magyar tanít és magyar fiatalokat tanít, és ezek tényleg unikális dolgok. Önnek házelnök korában is nagy vonzalmai voltak a diaszporában ragadtakért vagy oda menőkért, hisz bejárta szinte mindenhol. Egyiptomban is találta a magyarabbakat, fönn Izraelbe, északon is megtalálta az ősöket, sőt, mindenhol. Igen, és visszatérve arra, hogy Sátoraljaújhelyen van most a Rákóczi Szövetségnek egy központja, ahol azt hiszem az idén körülbelül 13 ezer fiatal táborozik és vesz részt. Ilyenkor együtt vannak egyébként a diaszporában élő és a Kárpát-medencében élő fiatalok is. Sőt, én azt gondolom, hogy az is egy nagyon jó kezdeményezés volt, ami a
Sárospataki gimnázium részéről történt, hogy indítsanak olyan osztályt, ahol a diaszporába élő, egyébként magyar ősökkel, magyar felmenőkkel rendelkező fiatalok, még akkor is, ha nem beszélnek magyarul, de keresik a saját gyökereiket, ők vegyenek részt középiskolai oktatásban, hiszen, és azért én annak egy reneszánszát látom, hogy a fiatalok, nagyszülők, dédszülők lakóhelyét, születési helyét keresik, tehát tényleg keresik a gyökereiket, úgyhogy sokszor előfordul, hogy olyan fiatalokkal találkozom, akik nem beszélik a magyar nyelvet, de mégis van egy, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert érdemes ezzel foglalkozunk, magyarság tudatuk. És számukra fontos az, hogy megismerjék azt a kultúrát, amiben egyébként az őseik éltek. És nem lehet tudni, hogy mikor lesznek belőlük a magyar nemzetállam követei, akár mint orvosok, akár mint gyógyszerészek, vagy akár mint Nobel-díjasok, de bármi, tehát bármelyik területen, mert én azt gondolom, hogy minden ember ugyanolyan hasznos tagja ennek a természetesen közösségnek. Ez pénzben is kerül, amiből jelen pillanatban nincs sok. Milyen volt Pécset azon kívül, illetve hagyjuk most Pécset, Tusványos nézzük, hogy érezte magát. Én szerintem az egy nagyon fontos volt ez az idei évi Tusványos, azzal együtt, hogy ugye a béke volt a legfontosabb hívószó. Hát arra van most a legnagyobb szükség, nem? Erre van most, így van, a legnagyobb szükség, és én azt hiszem, hogy az az út, amin Magyarország elindult, tehát hogy inkább a hanem elsősorban a békét követi és követeli, erről nekünk nem szabad letérni. És én nagyon sajnálatosnak tartom, hogy minden európai vagy akár globális fórumon elsősorban arról van szó, hogy hogyan lehet fegyverekkel, erőforrásokkal támogatni ezt a mostaniából. Nem, Jeddába most, Szaúd-Arábiába éppen 40 ország képviselő, Oroszország nincs ott, Ukrajna valamilyen formában elküldte képviselőit. Nem a békéről, hanem a megállapodásról, a lehetőségkeresésről van szó, és ez már a harmadik ilyen konferencia. Igen, az jó a lehetőségkeresés, csak az lenne jó, hogyha a lehetőségkeresésnek lenne egy olyan iránya, amiben és elsősorban a béke keresése, tehát azt a megoldási irányt keresnék, ami a békét fogja támogatni, mert egyébként én elszörnyedve hallgattam a múltkor, lehet, hogy éppen Tusványoson egy fórumon, hogy több mint 25 olyan góc van ma a globális világban, ahol valamiféle konfliktus zajlik, tehát hát, háború. Vannak, és azért ez ma, amikor... Vannak kucsok, az Air France már nem repül ezen az afrikai államon keresztül, sőt, utas forgalom is kikerüli, másfél órával hosszabb lesz mindenkinek. Igen, az útja. Itt én azt gondolom, hogy a globális világ vezetőinek óriási felelőssége abban, hogy mi történik a hát következő esztendőkben. Hát az ENSZ-nek sem Izraelt kéne két percenként szídnie, elítélnie, hanem például ezért hozták így őket van. Létre, ezzel foglalkoztak. Na meg talán az Európai Unió külügyekért felelős biztos úrnak is. Aki a Josep Borrell úr, aki egyébként nekem házelnök társam volt még. Igen, a de mint házelnök társ, egy kiváló házelnök volt. Igen. Napjainkban viszont. Persze, ez az én privát véleményem, én nem igazán vagyok meg. Az a helyzet, hogy ha már itt tartunk, akkor azt tényleg meg kell jegyezni, hogy kevés karizmatikus politikus van ma egyébként a világban. A volt házelnökökre, Dafke, ez igen, mert az ön kollégája Izrael volt házelnöke, Rivlin elnök úr. Ő most kiállt a tüntetők elé, közel 300 ezer tüntető előtt, olyan beszédet mondott, hogy szem nem maradt egyébként szárazon. Egyébként az egy érdekes, és ha már itt tartunk annyit minden intim dolog nélkül, de információ nélkül, de azt el kell, hogy mondjam, hogy azért az egy kiváló generáció volt a Rivlin elnök úrék házelnöki időszakában, hiszen számos olyan házelnök volt akkor, például az egyiptomi is, akik együtt jártak annak idején a Sorbonra. Tehát ők egy iskolából, és azt hiszem, hogy ez tényleg olyan karizmatikus... Kedves nézőim, Szili Katalin után szabadon. Tulajdonképpen azt fogalmaztuk meg, hogyha önök azt akarják, hogy szebb és jobb jövőnk legyen, még ennél is szebb, mint ami van,
és problémamentesek, akkor az unokáikat kezdjék a Sorbonnra, vagy kiváló magyar egyetemekre küldeni, így ahol van, ismerettséget szerezhetnek, és talán így kitör a béke, csak egy baj van, hogy mi ezt már nem érjük meg. Ön lehet, hogy igen, én már lesz. Hát én azért nagyon remélem, hogy főszerkesztő úr is megéri azt, hogy béke lesz. Úgyhogy még fiatal emberre. Én nekem a 71 évem eltelt. Az ma az nem kor. Rivlin elnök úr azt hiszem ennél idősebb, jóval idősebb, és milyen energikus. Szerintem a reményt és a hitet ne adjuk fel a jövőben. Ezekben a napokban merre megy az útja, vagy végre pihenni? Majd jövő héttől, remélem jövő hét közepétől lesz egy pár nap, amit én is pihenéssel fogok tölteni, de az is a unokázással fog telni. Nekem ma ez a felüdülés. Minden esetre még mindig nem engedhetem el, annélkül a provokatív kérdés nélkül, pécsi választókörzetekben még mindig vannak, akik önre szeretnének szavazni. Gondolkodik még az, szerintem van egy, van egy olyan, én nem gondolkodom ezen, én bízom az ifjúságban és az utánunk jövő generációkban, hogy lesz olyan tehetséges és rátermett ember, aki a konzervatív oldalról meg fogja tudni szerezni ezt a pozíciót, és Pécset végre arra polcra tudja itt a magyar politikába helyezni, ahová egyébként szerintem való, és nyilván a gazdasági fellendülés érdekében. És ön marad a miniszterelnök főtanácsadója, és tovább foglalkozik a diaszporában, vagy a több... Ameddig erre nyilván lehetőséget kapok, meg amíg én magamban erőt és energiát érzek. Bízunk benne, hogy még sokáig és sokáig fog hozzánk jönni. Katalint látták és hallották, és már is engedem el, hogy hamarosan jól megérdemelt párnapos pihenőjére térjen, és utána a gőzerővel folytassa tovább az elvégzett munkát. Előzetesek is jövünk vissza, tartsanak velünk!